Rendben. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket innen az ülésteremből, László Imre pártársammal, a 11. kerület polgármesterével. Ez most egy rendhagyó sajtótájékoztató, ugyanis a budapesti DK frakcióvezetőjével szoktunk közös sajtótájékoztatót tartani, de egy olyan kezdeményezéssel élt polgármester úr a pedofil botrány kapcsán, amiről az a méltó, hogyha ő szól néhány szót. Előbb azonban néhány gondolatot hadd osszak meg Önökkel egy olyan előterjesztésről, amit várhatóan a mai napon elfogad a fővárosi közgyűlés, és egy olyan egyedülálló kezdeményezés, ami akár állami funkciókat, hiányosságokat is pótolhat, ez pedig a családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében készített stratégia. Miért fontos ez? Az elmúlt bő 10 évben azt láttuk, hogy még maguk az áldozatok is elvesztették azt a képességüket, hogy segítséget tudjanak kérni. Egyre kevésbé tudatosak a bántalmazottak abban, hogy egyáltalán méltók a segítségre. Sajnos a jelenlegi magyar kormány kommunikációja is erodál ezen a folyamaton. Megszüntették a rendőrségi képzést, sokszor a kiérkező rendőrök sem tudják, hogy hogyan kell cselekedni, amikor tetlegességre kerül sor egy családon belül. Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan hálózatot hozzunk létre, ami ez a Demokratikus Koalíció polgármesterei Budapesten elsőként csatlakoztak, amiben egymás kezét fogva tudjuk segíteni az áldozatokat, nem csak a megelőzésben, hanem abban is, hogy hová lehet betérni. A főváros most olyan belépő pontokat tervez létrehozni, ahol nem pusztán a bántalmazott partnerek, hanem a kortárs bántalmazás áldozatai is menedékre lehetnek, segítséget kérhetnek szakemberektől, fővárosi önkormányzat munkatársaitól, annak érdekében, hogy tudatossá váljanak abban, hogy aztán később akár erőszakszervezetekhez, vagy bármely más intézményhez fordulva fel tudják számolni azt a méltatlan helyzetet, amibe kerültek. Hogy miért fontos az, hogy foglalkozunk a kortárs bántalmazással, illetve a családon belüli erőszakkal. Jelen pillanatban egy olyan országban élünk, ahol minden héten megöl egy nőt a partnere vagy a volt partnere. Sajnos gyermekáldozatai minden hónapban vannak. Egy gyermek áldozata minden hónapban van a családon belüli erőszaknak. Ez az, amit nem engedhetünk meg. A pedofil botrány csak a jéghegy csúcsa volt. Rendszer szinten kell fellépnünk az erőszakkal szemben. Az pedig, hogy miért különös fontosságú, hogy polgármesterek egymás kezét megfogva segítik ezt a hálózatot, a megelőzést ugyanúgy, mint a védett házak vagy a családok átmeneti otthonainak hálózatát. Mert hogyha mondjuk Óbudán történik egy bántalmazás, akkor az nem megoldás, hogy az áldozatot kiemeljük a családból, és mondjuk Békásmegyeren talál menedékre. Ilyen értelemben a távolságtartás intézmény, ami ma Magyarországon nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem működik bizonyos régiókban, egy kicsit jobban megoldottá válik itt a budapesti kerületek között. Én abban bízom, hogy úgy a megelőzésben, mind az áldozatsegítésben lépünk egy nagyot előre, és bízom abban, hogy minél több önkormányzat fog csatlakozni Budapest szinten. Most pedig átadom a szót pártársamnak, László Imrének, dr. László Imrének, a 11. kerület polgármesterének, aki pedig a köztársasági elnök személyéről, illetve az intézményéről fog beszélni Önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntöm Önöket. Február 15-én a kerület Újbuda képviselőtestülete egy politikai nyilatkozatot fogadott el, azzal, hogy ennek a tartalma meg kell, hogy jelenjen a közgyűlésen. Nevezetesen arról van szó, hogy nem csak egyszerűen elítéljük azt, ami a bicskei esetben a pedofília kapcsán történt, hanem ennek azért kell, hogy folytatása legyen. Emlékeznek rá, hogy a miniszterelnök is meglehetősen, hogy mondjam, lényegre törően fogalmazta meg mondandóját a pedofiliával kapcsolatosan. Azonban valahol ez a folyamat itt megállt, blokkolódott. Az, hogy a igazságügyi miniszter és a köztársasági elnök lemondott, az is önmagába véve azt a furcsa feltételezést erősíti, mintha nekik nem lenne egy olyan adminisztrációjuk, alapvetően jogi végzettségű munkatársakból álló,
akik ne tudták volna azt, hogy ennek a lépésnek milyen súlyos következményei lehetnek. Tehát nehezen képzelhető az el, hogy ez az adminisztráció igazságügyi minisztériumba és a köztársasági elnök hivatalába nem látta azokat az okmányokat, amit nyilván a bírósági ítélet után a köztársasági elnök rendelkezésére bocsátottak. És ne felejtsük el, hogy ott olyan jogászok vannak, akiknek kontrollálni kell azokat a döntéseket, amit a parlament hoz, hogy visszaküldik-e esetleg a parlamentnek, vagy tovább küldik az alkotmánybíróságnak, hogy megfelele valóban azoknak a feltételeknek az a hozott törvény, aminek meg kell, hogy feleljen. Tehát követeljük azt, hogy valóban tárják föl a hátterét, hogy hogyan történhetett ez a dolog, hogy a köztársasági elnök az igazságügyi miniszter ellenjegyzésével jóvá hagyta ezt a kegyelmi kérvényt. Egy másik dolog is következik ebből a történetből, nevezetesen az, hogy ha maga a miniszterelnök elismeri, hogy súlyos hiba történt, és elítélendő az, hogy kegyelmet kapott egy pedofil segítője, akkor miért tüntetik ki a köztársasági elnököt azzal, hogy élete végéig azokat a juttatásokat megkapja, amit egyébként normál körülmények között a törvény számára biztosítana. Ne jutalmazzuk azokat, akik ilyen súlyos hibát követnek el, tehát az a kérésünk, követelésünk, hogy Novák Katalin ne kaphassa meg élete végéig azokat a juttatásokat, amit a törvény számára normál körülmények között biztosítanak. Ez, ami hozzá tartozik, ezzel a módosító javaslattal éltem, és ez kerül most be végeredménybe a közgyűlés elé. És még egy dologról hadd beszéljek önöknek, ez lényegesen rövidebb lesz. Ez pedig az, hogy az előző közgyűlésen felszólaltam, hogy hát az önkormányzatok 100%-os tulajdonába lévő különböző szervezetek, mondjuk Újbuda vonatkozásában a Sport 11, amelyik két uszodát működtet, az gyakorlatilag a gyógyszergyárak, vagy vegyi üzemek, tehát erősen profitorientált cégek színvonalára emelkedett a víz- és csatornadíj fizetésével kapcsolatosan. A vízdíjjal kapcsolatosan nincsen semmi kifogásunk, hiszen az értelmetlen dolog, hogy az előállítás költségeinél alacsonyabb áron kell érvényesíteni, tehát ezzel egyet kell értenünk, hogy ennek a díja emelkedett. Viszont a uszodák lebocsájtott vize az nem, hogy terheli a csatornát, hanem inkább tisztítja. Tehát én azt javasoltam a fővárosi önkormányzat ülésén, hogy kedvezményt kaphassunk ebben az esetben, részben a víz tisztasága miatt, részben pedig azért, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú cégek részéről történik. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük, hogyha témába vágó kérdésük van, akkor arra szívesen válaszolunk ebben a formában, és hogyha azon kívül, akkor pedig önálló interjú keretében meg tudjuk azt tartani. És látom, hogy frakcióvezető úr már nagyon várakozik. Igen, várok. Igen. Kérdésed van, Csaba. Szia! Köszönjük szépen a figyelmet!